Hello, mindenkinek! Ez Tomlai vagyok, Ace is the World of Warship. Ismételten a Dresden osztályú német cirkálóval jövök, ugyanis még nincs meg a megfelelő pontom a következő fajta a cirkálóra. De azért ezen valamennyit fejlesztettem. Azt hiszem kettővel több a fő lövegem, illetve 8,1-ről azt hiszem 8,9-re vagy 9-re növeltem a lőtávolságomat kilométerbe. Ami nem nagy, de azért hatásos. Egy eléggé erőteljesen kiegyensúlyozott csata lesz. Egy jó pályán. Csatahajók nincsenek, az ellenséges team full cirkáló. Mi nálunk egy destroyer, mindenki más cirkáló. Igazából cirkálókról van szó, szóval könnyen átütöm a páncélját, akár he vagy AP lövedékkel is szerintem. Így a nagyobb damage, illetve a remény, hogy kicsit a lőtávolságomat ki tudom használni, talán megadja az esélyt arra, hogy könnyebben kilőjem őket. Szerintem nem lesz olyan őrült, aki megpróbál szembe átjönni, 10-ből 9-re az öngyilkosság. Maradék egynél még a sajátjai lőik ki. Úgyhogy valószínűleg körbe próbálnak jönni. Ahogy látom, 4-en indult, nem. Még 2 onnan jön, akkor egyelőre fedezzük ezt az oldalt, utána mire ideér ez a másik 2 vagy 3 hajónk. Akkor fogjuk betámadni az ellenséges pontot. Good luck, everyone. Milyen jó kis mentőcsónakok vannak. Azt hiszem itt helyezkedik el legeslegelőbb a két új főágyum. A hajó orrában. Van egy Hermelin osztályú német cirkálójuk, illetve igazából nagyon gyenge témmel vannak, meg hát mi is. Hárman vagyunk kettes szintű cirkálókkal, ők 5-en. De nálunk van egy destroyer, aminek itt nem sok haszna lesz. És a destroyerünk átkommandózta magát. Legalább tudja spotolni, ahogy látom, másik oldalra indultak el főleg. Úgyhogy nem is szórakozok azzal, hogy defeljem ezt a felét. Egyből megpróbálok átmenni és szétlőni a kisebb támogatásommal. Kisebb. Heten jövünk erre, a 10-ből. És ahogy látom, a destroyer is minket támogat. Jó, mert most erre tudja őket csalni, destroyerre fognak úgy is fókuszálni, aki volt olyan balfasz, hogy meghalt. Na mindegy. Attól függetlenül a taktika az ugyanúgy marad az, hogy erre eljövünk. Remélhetőleg lesz annyi esze a másik csapatnak, vagy a csapatunk másik felének, hogy defeljenek. Illetve örülnék, hogyha a hátsó három hajónk az most úgy döntene, hogy satúfék és el lesznek ott. Kezdőnket védve. Ugye kétféle kép lehet nyerni, hogyha vagyis hát háromféle kép itt. Ha elfoglaljuk a másik pontját, elpusztítjuk az összes hajóját, vagy pedig a képernyő tetején látható számláló betellik. És itt a Hermelin osztályú. Ja, ami fölött eljöttem. És elpusztítottam. Nem találtak el szinte. Az nem tudom milyen osztály, vagy milyen frakcióhajója. Nem tudom miért mondok a mindig frakciót. Volt kilométer, szóval próbálok működött itt manőverezni, ezért kicsit általában gyenge égés. Azaz. Megpróbálok kicsit távolodni tőle, mert oldalirányban.
de nem szoktam meg a cirkálók lövedékét. Elkanyarodott. Megpróbálok szembe rassolni, kicsit közelebb megyek vele. És ahogy látom, kéne defelni a kezdőnket, mert 3-4 hajójuk átment. Egy darab szerencsétlen hajó, hogy tudjak tartani ezt. Jött egy másik hajójuk. Jó, fókuszváltott, látta, hogy én is manőverezek inkább. Foglalják pontunkat. Jó, ezt most pontok miatt fogjuk bukni. Na, belefordulsz? Én viszont indulok vissza a kezdőnkre, mert már egyedül úgy sem tudom megnyerni, de időt azért talán nyerek. Most éppen fordul, úgyhogy muszáj rájönnöm. És jön szemből még egy hajó. Egy Hermelin osztályú. Jó, akkor legalább annyit elértem, hogy őt szarra dimizseltem. Igazából az esélyünk még mindig megvan. Pontokban jobban állunk, ugye hát 150-ne. És ha dimizseljük őket, akkor nem tudják foglalni se. De nem látok rá. Mondjuk... Egy helyben áll. Legalább egy másik társunknak is volt annyi esze, hogy jön erre segíteni. Egy ugyanolyan osztályú hajó ellen vagyok most, mint én. Hoppá, ott jön valaki. Valakik. Ugye az nagyon fölé ment, az ászló mellett fog. Egyelőnyi gyors.
amerikai osztály is kinyitott. Nem bírom eltalálni egyszerűen messziről a hajókat. Nagyon rászoktam attól a játéktól. Jó fegyőrnek kilőtte. Nagyon jó. És kezdi elhagyni a lőtávomat. De szerintem gyorsabb az én hajó, mint az övé. És ez az egyetlen hajójuk. És megvan. Szerintem pont ott van, hogy nem tudom. Na minden esetre köszönöm a figyelmet, remélem tetszett ez a videó. Ha igen, nyomjatok egy like-t, osszátok meg. Szeretnétek, hogy legyen még ilyen vagy ehhez hasonló videó, játék, vagy valami, akkor nyugodtan. Lehet, hogy kipróbálom majd a World of Tanks-et, illetve War Thunder-t. Még nem döntöttem el. Régen War Thunder, azt hiszem mondjuk, hogy lehet, hogy még játszok vele egy kicsit, nem tudom, hogy megvan-e még a régi akuntom. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!